Sziasztok, Géczi Gábor vagyok a Lélekör. Egy látszólag könnyű kérdés áll a mai videóm témájának középpontjában. Miért nem akarsz boldog lenni? Ennek a kérdésnek a megválaszolása elég sokrétű és összetett feladat. De mivel mindannyian ezt keressük, ezért a mai vlog videómban ennek a kérdésnek a megválaszolására teszek kísérletet. A célom ezzel az, hogy rámutassak arra, hogy ugyan a boldogságnak nincs egy kész receptje, de az ember saját lelki beállítódása mégis maximálisan meghatározza azt, hogy képesek leszünk-e elérni a saját boldogságunkat. Vagy ehelyett egy folyamatos egyhelyben állás és önsajnálkozás lesz az egész életünk. Mindez pedig egyértelműen meghatározza nem csupán a te életminőségedet, testi és lelki egészségedet, de a körülötted élőkre is kihatással lesz. Tehát tegyük fel a legfontosabb kérdést. Tudod, hogy te miért nem vagy boldog? Azért, mert nem mersz a megszokott rosszból, a saját mocsaratból kilépni, hanem magyarázkodsz, hogy a világ rossz, és te csak alkalmazkodsz ehhez. De tudod, egy nagyon nagy öngót rúgsz mindig azzal, ha te is ilyen olcsó magyarázatokkal hagyod magad becsapni, eközben pedig minden felelősséget eltolsz magadtól. Sőt, tovább megyek. Szinte biztos vagyok abban is, hogy már nem is hiszel ebben a boldogság maszlakban. Sőt, egy idő után már azt állítod a nem működő életedről, hogy így van ez rendjén, és így jön a következő mentő hazugságod, másnak még ennyi sem jutott, elégedetnek kellene lennem azzal, amin van. Gratulálok, egy újabb öngolt rúgtál magadnak. És mi történik ilyenkor veled és minden így gondolkodó emberrel? Egy külső, illuzórikus rendszerhez, amit így fogalmazhatunk meg, rossz a világ, más is szenved benne, ehhez az illúzióhoz igazítjuk a boldogtalan életünket, ami így már nem is tűnik, szlengesen szólva, olyan gáznak. Ez mind szép és jó, de eközben tedd fel magadnak a kérdést. És én jól érzem így magam? Vagy csak elbújok az önbecsapásom teremtette majdnem életem mögé? És csak este elalvás előtt érzem azt, hogy üres vagyok belülről? Ha ugyanis leülnél és rákérdeznél magadtól, hogy miről is szól most az én életem, hova is tartok, miért vagyok enervált, máskor miért vagyok dühös vagy akár szorongó a hétköznapjaimban, akkor ezekkel a feltáró kérdéseiddel egy értékes folyamat indulhatna meg benned. Ezekre a kérdésekre természetesen nem fogsz rögtön kész választ kapni belülről. De abban az esetben, ha megállsz, vagyis pontosabban, ha megmersz állni a rohanó életedben, és felmered tenni ezeket a feltáró kérdéseket, akkor ez már egy fontos első lépés lesz a boldogságod felé vezető úton. Az emberek többsége ugyanis a lelki történései tekintetében gyáva, nem mernek megállni, mert nem merik mércére tenni a jelen helyzetüket. Félnek a saját belső énjük fájdalmasan őszinte hangjától. És ehelyett inkább azt mondják maguknak, majd úgy is lesz valahogy. És tudod, hogy miért nem ülsz le szinte sose azzal a céllal, bármilyen viccesen hangzik, hogy önmagaddal kettesben legyél? Azért, mert nem akarsz szembesülni azzal, hogy habár boldogtalan így az életed, és meg tudnád változtatni a jelen kudarcos helyzetedet, de eszeveszetten félsz az ismeretlentől, és inkább nem teszel semmit. És tudjátok, mit tesz a legtöbb ember a változtatás a cselekvés helyett? Elmenekül a megérzéseitől, a változtatás konkrét lépéseitől, sőt, elmenekülünk magától az egyedülléttől is, mert nem bírjuk el az egyedüllét súlyát. Emellett használjuk az önbecsapás, önállítás furcsa kábítószerét, továbbá elmenekülünk munkába, sportba és a különböző függőségeinkbe. Sőt, tovább megyek. Létrehozunk magunknak szorongást, pánikot, amelyek állarca mögé, azaz egy betegség maszkja mögé elcsomagoljuk az igazságot.
Az igazságot, hogy nem vagyunk boldogok, mert nem mertünk, nem akartunk változtatni ezen a helyzetünkön. Nem vagyunk boldogok, mert az életünkben valamiért vagy valakiért nem vállaltuk a felelősséget, és nem vagyunk boldogok, mert nem néztünk szembe néhány tettünk sorsfordító következményével. És akkor még itt van egy másik nagyon fontos boldogsággátlónk, a szokásaink. A szokások, amiket a szüleinktől, felmenőinktől vagy a közvetlen környezetünktől vettünk át készen. És ha rá is ébredünk arra, hogy ezek a tanult viselkedés minták rosszak, megmérgeznek minket, akkor se állunk ki a sorból, hanem ehelyett hivatkozunk anyánkra, apánkra, hogy már ők is így csinálták, már ők se voltak boldogok, már ők is alkoholisták voltak, stb. A szokásaink témájában, szimbolikus értelemben úgy szoktam fogalmazni, hogy készen vesszük át a családi rendszerünkből a romlott kaját. És inkább azt esszük meg, mintsem, hogy mi tegyünk próbát egy jobb étel, egy jobb élet megalkotására. És most hoznék itt egy konkrét példát is a szokásainkra való hivatkozás témájában. Egy Svédországban élő férfi kliensem, akivel Skype-on keresztül dolgozom, így fogalmazott kb. 2 héttel ezelőtt. Tehetetlen és gyenge vagyok változtatni az elcseszett életemen, ahogy nem volt képes annak idején az alkoholista apám sem erre, amikor az élete elől menekülve a halálba itta magát. Én a kliensemnek ezen mondatára a következő feltáró célú kérdést tettem fel. Az alkoholizmusban elhunyt édesapád halála előtt azt kérte tőled, hogy siess utána, és kövesd őt ezen a félresiklott életútján? Nem, természetesen nem volt ilyen kérés az apától a fia felé. Pszichológusként én azt állítom, sőt meg vagyok győződve arról, hogy bármilyen súlyos zsákkal terhel is meg téged a múltad, a családod, a szüleid, a gyerekkorod, a különböző traumák, amik értek téged, ennek ellenére a döntésed felelőssége és egyúttal a szabadságod záloga minden pillanatban egyedül a te kezedben van. És ugyan a múltunk ismerete szükséges ahhoz, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk. De a boldogságunkat csak a jelenben írhatjuk meg, és csak itt és most élhetjük meg ennek a teljességnek az élményét. Én azt gondolom, mind segítő szakemberként, mind pedig magánemberként egyaránt, hogy igenis lehet bárkinek boldogan élnie úgy, hogy eközben elvégzi a nehéz feladatait, de ezek feladatok és nem problémák a te életedben. Sőt, én azt állítom, bármilyen furcsa, hogy nem is nehéz ezt a boldogságot megteremtened. Szinte már látom magam előtt, hogy ennél a résznél, ahol azt állítom, hogy nem nehéz megteremteni a boldogságot. Itt már is több hallgatom hajol a gép fölé, hogy felháborodásának hangot adva, például egy ilyen kommentet írjon nekem, te könnyen beszélsz, te nem tudod, milyen az igazi, nehéz és kemény élet. Tisztelettel és segítő szándékkal kérdezem az erre a gondolatmenetre jutó hallgatóimtól. Hányszor akartok még az élet nehézségére hivatkozni a saját kudarcos beállítódásotok magyarázataként? Van még elég időtök arra, hogy az élet mostoha, igazságtalan jellegére hivatkozzatok a cselekvés helyett? Jobb a tettek helyett magyarázkodással leplezni a saját elcseszett életeteket? Mielőtt félreértenétek ezt az ostorozó stílusomat, én nem minősíteni, nem degradálni akarom semmelyik ember életét vagy a küzdelmét. Én pont, hogy így szeretném felébreszteni azokat, akik nem is akarnak küzdeni, és nem is akarnak szembenézni azzal, amit ők maguk hoztak létre. Felnyitni a szemüket arra, milyen kárt okoznak az önmaguk és a környezetükben élők életében egyaránt. Pszichológusként az engem felkereső segítséget kérőknél mindig az az első dolgom, hogy lebontom ezeket az egóbecsapásokat és ezeket a mérgező hazugságokat, mert csak ezek azonosítása a látszat biztonságuk feloldása után következhet a valódi mély lélektani munka és az igazi benső fejlődés.
És van még itt egy fontos kifejezésbeli különbség, amit meg kell említenem nektek a boldogság témájában. Hatalmas különbség van a boldogságot megtalálni és a boldogságot megteremteni szavak között. A belső egyensúlyunk, a lelki stabilitásunk, azaz a boldogságunk sosem valahol odakint van, sosem rajtunk kívülálló dolgoktól függ, és sohasem mások vagy egy szerencsés helyzet rejti ezt el előlünk. Pedig mi legtöbbször megtalálni és megkapni, sőt, kiérdemelni akarjuk ezt az állapotot, de ez sajnos nem a Mikulás hozza senki számára sem. Ezt megteremtened és kifaragnod kell magadban és magadért. Szinte hallani vélem, hogy azt mondják erre most sokan, hogy jó, már milliószor hallottuk ezt a mesét, és nagyon unjuk. Pont így fogalmazott legutóbb az irodámban egy kliensem is. Én erre azt kérdeztem tőle, és ezt a mesét hányszor próbáltad meg is élni, meg is valósítani az életedben? Nem mondta ki a 35 éves elvált hölgy, hogy egyszer sem, csak mély hallgatással jelezte, hogy ő nem cselekszik, csak puffog a rossz élete miatt. Tudjátok, nekem nem az a dolgom pszichológusként, hogy mesét meséljek a hozzám fordulóknak, hanem az, hogy a változásra, a cselekvésre felkészítsem a segítséget kérőket. Majd jó értelemben bele is toljam őket a változtatásaik végrehajtásába. Felmerülhet itt a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki a feltáró munka után mégsem akar változtatni, pedig tudja, mit kellene tennie. Ez már innentől nem a segítő dolga, azaz nem az én dolgom. Mert én a változást generálom, de a cselekvés és az életed felelőssége mindvégig a tiéd marad, és nem a pszichológusé. Tehát egy olyan belső állapotra van szükséged a boldogságodhoz, amelynek alapja egy kimunkált önismeret, része a belső letisztulásod, valamint fontos eleme a benned dolgozó ego és lélek hangjának az elkülönítése. Ugyanakkor felmerülhet még egy kérdés bennetek. Na és mi a helyzet veled, kedves pszichológus? Te vajon boldog vagy a mostani életedben, vagy csak papolsz itt nekünk erről a boldogság témáról a videódban? A kérdésetek teljesen helyén való, és a válaszom röviden, igen, én boldog vagyok az életemben. De én is csak onnantól lettem boldog, kiegyensúlyozott, önmagammal és a környezetemmel egyensúlyban lévő ember, amikor leszámoltam az önbecsapásaimmal. Szembenéztem és tanultam a saját félelmeimből, valamint elengedtem a görcsös megfelelési vágyamat a külvilág felé. A kontroll helyett elkezdtem az intuíciómon keresztül a belső hangomra figyelni, és ezután már könnyű volt a saját utamon mosolyogva haladni előre. És tudjátok, pont ennek az intuitív belső hangnak köszönhetem a saját boldogságomat, amikor eljöttem abból az intézményből, ahol legutoljára dolgoztam, és elindultam a saját utamon lelki segítőként és szabad emberként. És ennek a nehéz döntésemnek a meglépése után találtam meg a boldogságomat. Végezetül pedig engedd meg nekem, kedves videónézőm, hogy feltegyek neked is egy feltáró célú kérdést. Mi a fenéért ragaszkodsz ahhoz a gyáva gondolatodhoz, hogy nehezebb elengedned az önbecsapásaidat, mint elindulnod a saját utadon a boldogságod felé? Vagy azt hiszed, hogy van még időd változtatni, és ráérsz erre még? Gondolkozz el ezen. Köszönöm, hogy megnézted a vlog videómat.